Amint egy másfél hónappal ezelőtti vihar megdöntötte a Szent József templom tornyán lévő keresztet, akkor még a templom tetőzete felé dőlt, amit meg is csináltattak. Kovács Péter plébános elmondta, a javítás elkészültekor kiderült, hogy valami gond van, hiszen nem sikerült egyenesen visszaállítani a keresztet. Az elmúlt napok szeles időjárása azóta előre döntötte. Szerda reggel megérkeztek az alpinisták, akik a délelőtt folyamán felmérték, hogy mit lehet tenni. Odafent az a probléma, hogy a beázás nem volt jól összedolgozva, a tövei beázott és el van korradva a gerenda. Délután elkezdődött a kereszt levétele. A nagy súly miatt ez csak szétvágva, darabokban lehetett megoldani. A szakemberek először rögzítették a keresztet. Majd elektromos fűrésszel elkezdődött a szétvágás. Ezt követően egy kötél segítségével eresztették le a földre. Utoljára 30 évvel ezelőtt lett felújítva a kereszt a gömbbel együtt. Akkor helyezték fel a torony tetejére. A tornyon különösebben új felújítás akkor nem volt. Viszont elvileg a kereszt alatt kellene úgymond egy ilyen kúpszer, egy szoknya lenni, ami letakarja a csúcsot. Na most itt valószínűleg vagy kicsi volt ez a csúcs takaró rész, vagy közben tönkre ment már, de valószínűleg ott valami víz is bekerülhetett a torony sisakba, és ezért ott lazulás történt, és gyakorlatilag eddig bírta. Tehát 30 évet végül is így is kibírt, de mondjuk egy torony általában addig bírja, még a templom áll, nem mindig, de azért 150-200 évig azért nem szokott gond lenni a tornyokkal, viszont az a baj, hogy itt is most már eltelik a 150-60-70 év, következésképpen valószínűleg itt is meg mindenütt a tornyok felújítására is komolyan oda kell figyelni a jövőbe. A plébános hangsúlyozta, a keresztet hamarosan felújítják, és a lehető legrövidebb idő alatt visszakerül a helyére. Kovács Péter kiemelte, egy fontos munkát még el kell végezni a jövőben, ami a templom víztelenítése. Eddig 3 technikát próbáltak ki, melyekből egyik sem működött. Jelen pillanatban a templomnak az elfűrészelése az egyetlen, természetesen vízszintesen az elfűrészelése a lényeges, ami tulajdonképpen a talajszint fölött történik, és hát ez elég nagy pénz. Tehát most ezt kellene megoldanunk, utána le kell verni a vakolatot, ameddig fertőzött, és ez azt jelenti, hogy már az ablakoknál van a vakolat. A szentélynek a hátulján nagyon jól lehet látni egy-némelyik technikát, ugyanis a rengeteg lyuk van belefúrva, így próbálták úgymond a szellőztetést megoldani, meg injektálták, volt elektromos megoldás, tehát minden variáció, a sóderágy kívül-belül, de nem egyik sem hozott megoldást. Kovács Péter elmondta, bízik benne, hogy a közeljövőben megoldódik a Szent József templom víztelenítése is.